Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Mai beszélgető társam Csákányi Eszter. Nagy szeretettel köszöntöm. Csókolom. Örülök, hogy meghívtak. Most őszinte leszek, általában őszinte vagyok. Nagyon szeretek színházba járni, csak keveset járok mégiscsak. Nagyon sok olyan beszélgetésem van, amikor ül vele a szemben egy színész vagy egy színésznő, és én még nem láttam őt színpadon, és akkor kicsit szégyellem magam. Viszont hál' Istennek most vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy önt már láttam színpadon. Mikor? Nem is olyan régen, a Kertész utcai Shakespeare-ban. Az igen. És az jutott eszembe, pont a nagyfiammal voltam, családdal, de ott volt a nagyfiam, és 18 éves, hogy ő már láthatja, mert 18 éve felülieknek szóló darab. Igen, igen. Hogyha valaki először megy úgy színházba, hogy egy Shakespeare darabot néz meg, és egy ennyire kifordított verzióban látja, akkor az is Shakespeare? A kérdés teljesen jó és nagyon aktuális, mert tulajdonképpen most már nagyjából így nyúlnak klasszikus előadásokhoz, hogy átformálják és átírják a fiatal, ez nagyon lényeges, mert fiatal emberek nyúlnak hozzá, tehát fiatal rendezi, és na most a lényeg az, és az a jó adaptáció, és szerintem a Kertész utcainál ez maximálisan sikerült, hogy az eredeti darabnak a lényegbeli történetét azt visszahozza. Tehát gyakorlatilag ugyanazok a jelenetek vannak, mint az eredeti Shakespeare-ben. Természetesen a nyelvezete az teljesen más, hát ezért írják át, meg ha őszinte vagyok, akkor azért azt játszani Magyarországon egy Shakespeare angol szöveget azért azt már nem tudom, hogy lehetne érteni például, de igazából ugye ez meg akarja szólítani a fiatalokat, meg akarja szólítani a nézőket, és ezért írják át ezeket a darabokat, de még egyszer elmondom, hogy lényeges, hogy az eredeti darabnak a tökéletes mása legyen. Akkor jó egy átirat. Én már láttam olyan előadást, amit átírtak, és körülbelül az. Mondok egy példát, ami szintén egy csodálatos átirat, abba is játszom, nagyon ajánlom különben. Figyelek. Azt a Vajdai Vilmos rendezte a Tápszínházban. Van egy olyan előadás, az a címe, hogy Oktatás. Most ez egy UNESCO lecke című darabjának, az egyfelvonásosának a Mózsik Imre által átírt újszerű darab. Az a címe, hogy Oktatás, a Hajduk Károly játsza a tanárt. Hát elmondom, mert hát most, ha belekezdtem, akkor elmondom. Jó. Eredetileg ez ugye egy tanár és egy diáknak a nagyon komoly, másfél órás, egy óra, 20 perces drámája, mondjuk így, és a Vajda Vilmosnak volt egy ilyen ötlete, amire én rögtön persze igent mondtam, hogy ez egy nagyon idegileg egy nagyon erősen frusztrált, bekattant egy óra, a tanárnak egy órája, és eljön egy olyan pillanat, amikor ki lehet váltani a diákot egy másik diákra, és ő azt nem veszi észre, hogy már teljesen más ember játsza, és más korú ember játsza, ő ugyanúgy ott folytatja az előadást, vagy ahol ő tart. Na most természetesen én ebben rettentő partner voltam, és abszolút működik, mert ott már olyan magas fokon ízzik az őrület, hogy ott már akár maga is eljátszhatná, hogyha nagyon jó színész lenne. De igazából, jó, most hülyeskedtem, nem játszhatnál maga. De a francban, de hogy, már indultam. De különben megnézni érdemes, mert tényleg nagyon, nagyon vicces, nagyon vicces. És akkor ennek még van egy szép története még, amit be különben elmondok a darabba, hogy én ezt 30 évvel ezelőtt, annak idején Kaposvárban eljátszottam, még fiatal lányként, hát akkor sem voltam olyan fiatal, de mégis fiatalos,
és a Lukács Andor az Asher Tamás rendezte, és mi eljátszottuk az eredeti Ionesco leckét. Úgyhogy ez egy ilyen szép újra fogalmazás, és teljesen működik. Tehát természetesen nem vállaltam volna el, ha úgy érzem, hogy ez egy butaság, és jó az ötlet, csak azért mondom, hogy ezek az átiratok, ezek úgy érvényesek, hogy az eredetit közvetítik, az a lényeg. Igen, csak aki még mondjuk sosem látott, nem látta ezt eredetiben, akkor... Igen. Tehát, hogy jó-e az, hogy a mai kor gyerekei például így ismerik igen. meg, akár Shakespeare-t, akár bármelyik igen, másik. Igen, teljesen jó, teljesen jó, mert így értik meg. Ha esetleg, én ezt esküszöm, tehát, hogyha most beülne, most nem mondok színházakat, ahol az eredetit játsszák, biztos, hogy nem érinteni meg, hát egy teljesen más szlengben beszélnek, alig lehet érteni, én alig értem, egy más korba, egy más világba, tehát nem, mi köze van hozzá, hogy tud bekapcsolódni, érti? Tehát én ezzel teljesen egyetértek, de azért azt hozzáteszem, hogy nagyon lényeges, hogy az eredetit írják át, és ne találjanak ki egy teljesen új darabot, és akkor az nagyon nagy, az bűnnek tartom, és hibának. De mit mondott a maga gyereke? Maga gyereke megértette ezt az előadást? Megértette. Tehát megértette a Róma és Júlia? Nagyon sokat nevetett, őt egyébként Rómeónak hívják, hoppá. Az én gyermekemet. Igen. És nagyon szerette az igen. egészet. Szerette az egésznek a díszletvilágát. Hát nagyon mai, tehát nagyon, ezt a fiatalok nagyon-nagyon imádják, meg az a karaoke buli, tehát a bál. Hát most érti, az eredetiben van egy gyönyörű, klasszikus, romantikus zenére, egy mozgba megismerkednek. Hát most a mai világban hol van ez már? Ez viszont van, hogy karaokéznak a fiatalok minden bárba, és az is a bálnak a hangulatát tükrözi. Tehát mindenképpen így tudnak közvetlenebből eljutni szerintem a történetek. Általában a színészi hozzáállás ugyanez, mint az öné? Mert azt képzeltem el, hogy a színészek egy jelentős része mondjuk ettől így óckodna. Nem, hogy nem óckodnak. Ne akarjuk már egy Shakespeare-t másképp bemutatni, nem. mint ahogy van. Nem óckodnak. Én egy olyan színházban vagyok, ahol nem óckodnak, és nagyon nem is fontos. Feltétlenül a történére gondolok, hanem általában de nem. Én szívesen eljátszanám, csak én magam is azt érzem, hogy sokkal nehezebb lenne, és sokkal komplikáltabbul értenék meg a fiat, vagy nem értenék meg. Tehát ezek alapművek, ezek alapművek, de mindenképpen hozzá kell nyúlni. Most nagyot ugrok, ezt jó. szoktam mondani, mondjuk ugye Csehov, tehát a Csehov az szerintem közelebb áll a magyar képzelethez is. Tehát jobban meg lehet érteni, mint egy angol középkori történetet. Jobban átjön, a grammatikája is sokkal modernebb, mint a Shakespeare-é. Hát mondjuk Csehovhoz nem tudom, hogy hozzányúltak-e már így, mint ahogy akár egy pár Shakespeare-hez, nem tudom. De lehet, biztos, mert érdemes lenne? Igen, hát az ott is lehetne modern közegbe játszani. De az nyilvánvaló azért nem mernek hozzányúlni, mert az annyira jó. Tehát az annyira aktuális a mai nap. Tehát ezt meg lehet tökéletesen érteni. Csákányi Eszter üldve hozzánk egy vízre, aminek mi nagyon örülünk, és közben, ahogy itt vehemensen beszélt, kiesett a füléből a fülbevaló a másikból. Úristen, igen, a kis könyv. Igen. Ezt akartam kérdezni, mi van rajta? Igen. Akkor jól látom, hogy ez egy kis könyv. Ez egy kis könyv, igen, ez egy csodálatos. De ez rendesen lapozható igen. kis könyv, és van is beleírva nincs, valami? Nincs. Hát azért annyira nem. Aha. Nem, ez gyönyörű. Volt egy könyvbemutatón voltam, egy csodálatos kolléganőm, Lovas Áginak megjelent most a Súgó könyv. Című rettentően jó könyve, egy szakmai könyv, és hogyha valaki úgy dönti, eldönti az életét, hogy súgó lesz, akkor ebből rettentő sok mindent fog tanulni, mert ez egy igazi nehéz szakma. Ezt akárki nem tudja.
ahhoz nagyon kell ismerni a színész lelkét, a darab lelkét. Na mindegy, ennek volt egy csodálatos bemutatója, egy presszóba, azt hiszem, vagy egy ilyen vendéglátóhelyen, és akkor ott árulták ezeket a nagyon helyes fülbevalókat. Ez egy miniatűr könyv. De jó. És azt látom egyébként. És nagyon helyes, majd föl fogom venni a földbe. Majd a beszélgetés végén. Igen. Viszont azt látom, és láttam már korábban is, hogy nagyon sok kiegészítője van, főleg a kezén. Főleg. Ezek jelentenek valamit? Imádom őket. Mindegyiket tudom, hogy hol vettem, honnan kaptam. Valahogy... Talán a hallgatók nekem. Is hallják, hogy néha csörög-csörög, igen, az emiatt van. Igen, ez képzelj el, hogy már rám szóltak színházban. Már nézőtéren színház... ültem, ja, azt és hittem, oda... Nem, hát a színpadon a szerep nem igényli, akkor nincs rajtam. Értem. Akkor az öltözőben van. De rám szóltak, hogy így csináltam, úgy csináltam, és mondták, hogy de ő nem hallja, mondom, most ne vicceljen már. Tényleg úgy érzem, hogy most, hát hogyha az én csörgésemet figyeli, akkor ott probléma van. Tehát, na mindegy, szóval már rám szóltak egyszer. Nagyon szerettem a karcsattókat, teljesen meg vagyok bolondulva. Tehát, melyik a legkülönlegesebb, vagy mitől különlegesek ezek? Mindegyik gyönyörű, mindegyik. Ezt most... nyáron vettem. Á, most ugye az asztal alatt mutatja, igen, nem ezt, látom. Ezeket a gyönyörőket, ezt most nyáron vettem, voltam Majorkán és a barátnőmmel, és nagyon gyönyörű, elmentünk egy minden izgalmas erre, elmentünk többek között egy nagyszerű piacra is. És van olyan, hogy valamelyiket le kell venni, hogy egy újabb ráférjen a csuklójára? Természetesen mindig újak vannak, igen. Tehát ez az ezüst, ez elég gyak, tehát ez sokszor van, de fölötte az a lelki állapotomtól. Én azt hittem, hogy ezek állandóan kísérik a mindennapjait, hangulatától függ, hogy hangulat, mit tesz fel. Abszolút. Hangulat, meg design, hogy a ruhához hogy megy. És mindegyiket maga vásárolta? Hát mert, tudom, 80%-ban magam, aztán igen, egy színésznek ez most, ez egy különben nagyon jó kérdés. Bátorság vásárolni ilyet, az az igazság, hogy jó legyen. Nem is erre gondoltam, hogy én nekem mindig olyan élményem van, hogy nem eléggé, tehát kedvesen, most nem érzelmi kapcsolataimról beszélek, amikor általában jó ajándékok voltak, hanem ugye az ember ajándékba kap, akkor mindig jót akarnak, de nem tetszik. És azt meg is mondja? Nem, hát hogy mondjam meg? Hát nem. Hogy legközelebb ne olyat vegyek. Nem lehet ilyen csinálni, mert látom a szeretetet. Azt azért tudomására hozom, hogy ez milyen bátor dolog. Aha. Bátor dolog színésznőnek akár egy illatot adni, na az a másik, hogy, és ami nem tetszik, de ajándékba kapta, azt azért megtartja, vagy tovább ajándékozza? Nem tartom meg, hanem elajándékozom, akinek tudom, hogy tetszik. Igazából azért kérdeztem a karkötőket, mert igen, tudom, hogy sok olyan tárgya van, amit hát csúnya szóval örökölt Psota Iréntől, de igen, sokkal inkább de nem olyan sok sajnos, nem olyan sok. De azokat nem is hordja? Nem. Azok az gyönyörű, van egy ilyen kis, hát ilyen nagyon szép tálon van rajta, a sapkája, a napszemüvege, nem. A sárjait azért néha fordom. De ezért nagyon speciális sárjai voltak. Jó kapcsolatban voltak, úgy tudom. Képzelj nagyon. El, hogy nem. Nem is ismertük egymást, nem jól. Nem. Egyszer találkoztam életembe vele. Nem. Akkor ezt rosszul tudtam. Én mindig is rajongtam érte, és nagyon tiszteltem. És tulajdonképpen, ha megkérdezik, ilyen példaképet szoktak kérdezni, akkor őt mondanám egyik példaképnek. És hát ez a történet, amit tud, hogy akkor így én összeszedtem magam, és... Én azt hittem, hogy azért szedte össze a cuccait, mert jóban voltak, és nem. Mert tudtam, hogy imádtam a stílusát, imádtam a bolondságát, nagyon zseniálisan öltözött, rettentően, bátran, vagányul, és azt tudtam, hogy
most hova fog ez a csodálatos gardrób, hova fog kerülni? Be fogják adni jó esetben a Madách Színházba, akkor betúrják egy raktárba. Tehát valahogy én bátran megtaláltam azt a kontaktot, akik az ő rokonai vagy ismerősei voltak, és szerényen fölhívtam, hogy lenne erre mód, én boldogan megvenném a sapkáit, minden is állati helyes volt. Azt hiszem az unoka testvére volt, és nagyon sok mindent kaptam. Abszolút nem kritikai éllel kérdezem, de úgy gondolja, hogy önnél azon a kis gyönyörű tálkán jobb helyen vannak ezek a tárgyak? Hát hogyne? Hát bedugva egy raktárba, ahol... De lehet, hogy díszlet lenne, vagy kellék egy színházban. De ruha? Vagy hogy? Hát jó, hát nem tudom. Hát én most én nem tudom. Én azt tudom, hogy az én édesapám összes ruháját a Katona József Színháznak adtam. Amiből szintén kellék, mert boldog, nem kellék, hát a ruhákat, azok nagyon jó ruhák, és a fölhasználják a ruhát, tehát odaadják valakinek a zakóját, vagy hogyha azt a kort, vagy azt a, tehát az nem kellék, hanem az, nem az jelmez. Jelmez, bocsánat, nem, az nem kellék. És igen. Tehát, hogy így megy tovább szerintem, hogy az ember hordja azokat a ruhákat, csak valahogy, tehát azt éreztem, hogy talán személyesebb az, hogy egy-két dolga nálam van. Én is, igen, tehát most az ember, hogy mi lesz, hogyha meghalunk, hogy az én ruháim is hova fognak kerülni. De azért jó, ha valaki még úgy hordja. Csákányi Eszterrel beszélgettek, nem vagyok ennyire bátor egyébként, hogy így belekérdezzek, de ha már kimondta az előbb ezt a szót, képzelj el, hogy most beszélgettem néhány nappal ezelőtt egy gyásztanácsadóval, aki ezt mondta, hogy minden embernek kell, hogy legyen egy dossziéja, hogy amire azt kell ráírni, hogy hol állom esetén. Jaj, igen. Hogy ezek szerint tök sok emléke van, tök sok olyan... Rengeteg minden van, és igen, én erre gondoltam. Van is olyan csodálatos barátnőm, aki nagyon szeret engem, és gyűjti a dolgaimat, és valószínű, hogy ő ráfogom ezt a dolgot hagyni, de az egy borzalmas, fájdalmas dolog. Én tudom, hogy az édesapám, amikor meghalt, én egy évig nem nyúltam a cuccaihoz, a lakásához se semmi. Egyszerűen nem tudtam, tehát nem ment, és amikor elkezdtem, akkor viszont döbbenet volt, hogy mennyi mindent találtam, meg hogy mennyi minden marad egy ember után, őrület, és ez azért, most ez egy érdekes dolgot mesélek el, hogy én, nekem például fontos volt, hogy úgy adjam el a lakását, hogy olyan ember kapja, olyan ember vegye meg, aki tudja, hogy ki volt az én apám. Tehát egyszerűen... És ez milyen szempontból fontos? Akkor nem adja tovább? Vagy de nem, csak hogy tudja, hogy egy ilyen ember élt ebben a lakásban. Tehát ez egy érzelmi dolog, és olyannak is adtam el, és ráadásul nagyon is ismerte, és sőt a lánya az színház intézetben dolgozott, tehát hogy még köze is volt. Nem tudom, valahogy azt éreztem, hogy ez nekem annyira fontos, hogy tudják. Na. Érdekes az, hogy azt gondoltam, hogy ez ennyire fontos, akkor miért nem költözött be? Mert kicsi volt, igen, ez egy utolsó lakás volt, ami már csak azért volt ilyen, mert édesanyám nagyon beteg lett, és egy földszintes lakást meg kellett venni, és én nem szerettem volna ott lakni. Ha már szóba került az édesapja, nyilván nem akartam túlságosan sokat beszélni az édesapjáról, de olyan lelkesen tud róla beszélni még mindig, hogy mit gondol arról, hogy kezeljük mi azoknak az emlékét, mi magyarok, egyáltalán a magyar kultúra, mint például az ön édesapja. Mert nyilván, amíg ön él, addig nem felejtjük el. Igen. Most egy érdekes dolgot fogok elmesélni, hogy ugye a mai napig engem megállítanak sokszor,
hogy az édesapámat ismerték. Tehát én tudom, hogy én tulajdonképpen igazából egy színházi színésznő vagyok. Tehát én dolgozom, forgatok, de nem vagyok annyi sorozatban. Tehát és a mai napig megfognak, hogy mennyire szerették az apámat, mennyire emlékeznek rá. Ez az életrendje, hogy mondjam. Tehát addig tartanak minket fontosnak, amíg együtt élünk, ismernek, akkor még egy kicsit tovább is még megy még egy pár évtizedig, de azért elmondom szomorúan azt, hogy most egy színművészeti főiskolásnak azt mondják, hogy Rutka Éva, akkor nem tudja. Már nem tud hozzá nem se tud. Arcot, se. Most én nem tudom, hogy ez kinek a hibája, illetve tudom, csak valahogy engem meglep. Tehát én nekem, amikor volt egy egész drámai történetem, amikor meghalt a Sinkovics Imre, akkor én egy fiatal kollégámnak, egy csodálatos színészről beszélek, de nevet nem mondok, mondtam, hogy képzeld el, hogy meghalt a Sinkovics Imre, és akkor azt mondta, hogy ja, meghalt a törpapa. Mondta egy akkora színésznek, aki akkora a magyar, a világ minden nagy főszerepét eljátszotta. Tehát egyik legnagyobb magyar színész volt, nagyszerű művész volt, 600 ezer film főszereplője, és azt mondja, hogy törpapa. Na most várjon, én akkor egy pillanatra így izom, ne hülyeskedj már, és akkor megfogalmaztam, hogy igen. Tehát arra mondom az igent, hogy én megfogalmazom, hogy úgy leszünk halhatatlanok mi színészek, hogy csodálatos rajzfilmnek a főszerepét játsszuk, vagy adjuk a hangját, mert a gyerekeinknek a gyereke is azt fogja nézni. Tehát egy VUK, de én tudom, a VUK apám Karak volt, Frédi Béni, Foxy Maxi, és ezt mondják. Ez jobban megmarad, mint az apám a Vád tanúját szinkronizálta, a világ egyik legszebb isteni volt benne, és vagy egy csodálatos szerepét, azt nem tudják, de az, hogy, tehát, hogy én, és azért mondom, hogy ez nem annyira drámai, én inkább szomorú vagyok, hogy nem kapok egy olyan rajzfilm szerepet, hogy akkor majd így fönnmaradjak, de igazából higgy el, hogy ez nem olyan drámai, de ezért maradt fönn. Tehát én mondjuk egy-két hangos könyvet csináltam, gyerekkönyvet, és akkor így a kollégáim mondták, hogy Eszter, megőrülök tőled, ezt hallok, a téged hallgatlak éjjel-nappal, nem bírom. Beülünk az autóba, csak azt kérik, Lázár Ervinból, csak azt kérik, megőrülök tőled. Tehát ebbe lehet így reménykedni, hogy a gyerekekhez eljut a hangja az embernek, és akkor az úgy megmarad. Hát igen, pont erre gondoltam, hogy elképzelhető, hogy azok, akik mondjuk a rajzfilm szinkronok miatt igen. állítják meg, hogy az édesapja miket szinkronizált. Hát igen. Az idősebbek lehet, hogy látták filmben színpadon. Csodálatosan csinálta. Csak azok már nem fogják tudni meg. Nem, de mégis valahogy a gyerekeik, tehát hogy az ő gyereke is látta, vagy mondjuk a legutolsó, vagy a Ludas Matyiba a Döbrögi zseniális benne. És azért a mai napig adják azt a filmet, azt a rajzfilmet. Tehát így tehát nem, én nem várok el semmi ilyen értelemben tiszteletet, meg nem tudom, ez ilyen az élet, tehát ez ahogy pörög a dolog, bocsánat, tehát ahogy pörög a dolog, hát ez nem is tudnánk fönnmaradni, tehát együtt vagyunk, és az jó, az csodálatos, az az emlék, meg a lábnyomom ott van a Operett Színház előtt, mert a halhatatlan társulat tagjának minden lábnyoma ott van, hát az ott van. Kezem is ott van egy falon, hát én bízom benne, hogy azért még ez működik. Csákányi Eszterrel beszélgetünk, és szóba került édesapja Csákányi László, és most még az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy én nem tudom, hogy az édesapja örült-e annak, hogy színésznő lett. Hogy az... mekkora teher lehet egy induló színésznőnek, hogy a neve ugyanaz, mint egy
egy országos hírű és nagyon elfogadott, tisztelt színészé. Hogy az teher lehet, azt gondolom, hogy lehet teher is. Hát én ezt nem így, én nagyon le akartam válni, tehát nem vettek fel a főiskolára, és én rögtön, tehát volt 2 év nemzeti stúdió, aztán elmentem Kaposvárra, tehát én 22 éves koromban gyakorlatilag leváltam a szüleimtől. Nem foglalkozik az ember ezzel így, hogy most ez teher, nem teher. Én annyira éreztem, hogy ezt a szakmát akarom csinálni, és annyira jó műhelyekbe kerültem rögtön, tehát annyira biztonságban voltam, és annyira éreztem, hogy tanulni fogok, hogy nem volt ez ilyen teher nekem. Tehát ő egyáltalán nem volt teher. Nem is a jelenlét, hanem az, hogy nem, ezzel a névvel nem várnak el többet. Nem. Hát jó, hát össze-vissza mennek már az emlékek. Valószínű, hogy a főiskolára többek között azért nem vettek föl, mert ő nem volt jóba az akkori tanárral, aki indított osztályt. Tehát ezeket így tudtuk mind a ketten. De valahogy ezzel együtt is valahogy nem volt ez ilyen. Tehát én annyira színész akartam lenni, hogy bármi áron, tehát vagy fölvesznek, ha fölvesznek, jó, ha nem vesznek föl, akkor is csinálom. Tehát nem volt ez, nem volt teher. Hogy mondjuk akkor ez probléma volt, hogy egy nagyon rossz kapcsolata volt azzal a tanárral, és akkor nyilvánvaló, hogy nem akart engem fölvenni. De én most már mindennél hálás vagyok, mert tulajdonképpen nagyon jó, hogy nem vettek föl. Azt mesélte egyszer korábban egy interjúban, hogy az édesapja nem emelte meg a telefont azért, hogy ennek segítsen. Nem, csodálatos, nagyon bírtam ezért. De tudtak-e például szakmáról beszélgetni annak ellenére, hogy levált róluk? Abszolút, sőt, annyira édes volt, hogy még tanácsot is kért tőlem. Tehát az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ő nagyon tisztelte és nagyon becsülte és ámult, amit mi ott Kaposváron csináltunk, és teljesen ott is máshogy fogalmaztuk már meg az előadásokat, igen, a darabokat, és például játszott egy szerepet a Brecht Egyfő az Egyfő című darabot, elég rossz Brecht darab, zárójelben mondom, és ő volt a főszereplő. És a Vígszínházban, és akkor egyszer így hazamentem, és akkor úgy mondta, hogy nem tudom, már nem értem, hogy ott fekszem, vagy ott vagyok a koporsóban, akkor ott van az a koporsó, és akkor azon én ülök, és mondok egy monológot, hogy ez mi ez? És akkor így próbáltam neki elmagyarázni, hogy ezt el kell engedni. Tehát, hogy az az ember, aki eredetileg ott fekszik, mert halott, de a színházban még van valami mondani valója. És próbálja ezt elhinni, hogy ő bár halott, de még ezt elmondanám. És tényleg nagyon, szóval... És sikerült neki? Nem sikerült, nem, de nem ő neki nem sikerült, az egész nagyon rossz volt. Az például egy olyan előadás volt, hogy egyáltalán nem értette a rendező a Brechtet, tehát a Brechtet, jó, most én tudományosan nem akarok így hozzászólni, de tehát az egy nagyon speciális szerző volt, azt valamennyire meg kell fejteni. Ha valaki nem ért hozzá, és ha nem ért hozzá, és akkor azt hiszi, hogy ő is furcsa akar lenni, és akkor jó furcsán csinálja az eleve furcsát, akkor abból aztán egy gondolatot nem lehet érteni, de a furcsának is az a lényege, a furcsa színháznak, hogy annak a lelkét és a hátterét, a pszichikai értelmét tudni kell a színésznek. Tehát ahogy én most ezt elmagyaráztam neki, meg most is, hogy az az ember, akinek van még mondani valója, azért mondja. De ezt, ha nem mondják el egy színésznek, vagy semmi, tényleg hülyeségnek, tehát az egy nagyon rossz előadás volt. Az függetlenül az apámtól megbukott.
Most már inkább őről fogunk beszélgetni. Jó, jó, de én látom, nagyon szívesen... Beszél, nem, mert ezek az ember életében, nekem is vannak előadásaim, ami nem sikerül. Tehát van, hát az ember rengeteget dolgozik, hát nem sikerülhet minden. Én eljöttem Kaposváról, 19 év után 90 szerepet játszottam akkor, ez most már 20 éve. Tehát én 52 éve vagyok színpadon, most gondolj, hogy mennyit játszottam, tehát azért ott bebecsúszik egy nem eléggé sikeres dolog. De azt akkor ott abban a pillanatban tudja az ember? Abszolút tudja, és azt is higgy el, hogy állandóan dolgozunk azon, hogy sikerüljön. Tehát én nem úgy megyek be esténként, hogy jó, de ez most megbukott, hanem miért nem jó? Hát ha ettől jobb lesz. És napról napra megpróbál változtatni. Így van, de nem sikerül, mert úgy egészben nem jó, tehát hiába próbálkozik az ember. Természetesen van ilyen, meg kell is, hogy ilyen legyen. Tehát ebből tanul az ember. Csákányi Eszterrel beszélgetünk, mondta, hogy abból tanul az ember, hogyha vannak sikertelenebb darabok. Abszolút. Is. És azt érzékelem, vagy ahogy így figyelem a karrierjét, meg olvasgatok, hogy mintha mindig tanulna, mindig tudást szeretne magába szívni. Ez jól látja, és örülök. Örülök, hogy így látja, és képzelj el, hogy abszolút lehet tanulni. Tehát... Nincs az, hogy az ember azt érzi, na most már tele vagyok tudással. Nem, ez a gyönyörű. Tehát én most csinálok egy előadást, most volt nemrég a bemutatója, Bergman Suttogások és Sikolyok. Na most ez egy 30 évvel ezelőtti őrületesen fontos, nagy svéd játékfilm, ami alapvetően a halálról szól. Három lányból álló testvér családról szól, hogy a legkisebb testvér az épp haldoklik, és elmennek a családi házba elbúcsúztatni és elengedni ezt a testvért. És ennek kapcsán egy csomó minden kiderül erről a három lányról, a fájdalmak, a frusztrációk, a félelmek, a gyűlöletek, szörnyű, drámaian, kegyetlen anyag. Na most elkezdtünk ezzel foglalkozni, iszonyúan, csodálatosan egy nagyon jó csapatban Ördög Tamás rendezte, és az volt a nagyon hamar rájöttünk, hogy el kell engedni az filmet, mert semmi közül, tehát nem tudjuk megcsinálni a filmet. A filmbe össze-vissza vágták, ugye közelék, rengeteg közeli volt, a múltba ugráltak állandóan, tehát nem, ezt egy színpadon nem lehet megcsinálni, hogy 20 évet visszamész. Illetve aztán megcsináljuk, de aztán ki kellett találni, hogy egy új vázlatot kell találni, és akkor így a testvérek története külön megy. Először az egyik történet, a másik, a harmadik, és szépen kivárjuk, hogy míg rád kerül a sor. A filmben ez természetesen össze volt engedve. És, de most csak azért, hogy na, és akkor elkezdtünk mindenfélét próbálni, suták voltunk, izgalmasak voltak a próbák, de rájöttünk, na most van egy, ez egy érzelmileg nagyon erősen igénybe vevő előadás darab, tehát színésznek is. Tehát gyakorlatilag, ha azt mondom, hogy egy kicsit értsék, hogy 1000 fokon kell kezdeni. De azt mind el kell nyomni, mert ugye nem látszódhat, mert az egész egy ilyen maszk mögött játszódik minden szerep, tehát nem mutatod ki az érzelmeidet. Tulajdonképpen minden szerepnek van egy pontja, amikor kimutatja az igazi oldalát, de addig csak szerepeket játszik. És az... Na most én általában úgy szoktam elkezdeni egy szerepet próbálni, hogy igyekszem megkeresni magamat, valami közömet, hogy mi közöm van a szerephez, de nem ez a lényeg, hanem hogy teljesen tiszta lappal kezd. Tehát, hogy nem ahogy is szoktam játszani. Próbálom azt úgy elengedni, hogy ne legyen annyira szélsőséges, vagy bármi. És ebben az előadásban egy őrületes érzelmi skála van, nekem is van ez az ominózus nagy jelenetem, de ez az elég a vége felé van, és ott olyan monológot csinálok, amit különben soha életemben, ez a gyönyörű benne, de hogy
van egy érzelmi batyú bennünk, és olyan fantasztikus instrukciót kaptunk az Ördög Tamástól, mert azt mondta, hogy ez a tiétek, és ti ezt akkor használjátok, amikor akarjátok. Tehát nincs kétszer egyfolt, tehát azon is ízleg, hogy nem szabad, mert hogyha kétszer csinálod ugyanúgy, akkor már az már meg van csinálva, akkor az nem jön igaziból. Tehát ez, hogy én aznap hol használom azt az állapotot, azt én dönthetem el. Na most ilyen soha nem volt. Ilyen szerepem életemben nem volt. De és azért ez. Mondom, hogy abszolút lehet tanulni. De döbbenet. És ez tart életet, hogy eddig, amíg az embere ezt tényleg felfedezi, és hagyja. És például azért hozzám mondom, hogy egy olyan rendező hívott föl, aki tudom, hogy fenntartásai vannak velem szembe, és most fölhívott, és azt mondta, hogy annyira boldog, hogy látod, hogy nem olyan vagyok, amit ő ismer tőlem. Önnek kapcsolatban bárkinek fenntartásai lehetnek. Édesem, hát persze, hogy van. Persze. De mivel kapcsolatban? Hát nem tudom, hát nem tudom, olyan abszurd volt, hogy valamit Facebookon ajánlottam, hogy gyertek, nézzetek meg engem valamilyen darab, és oda volt írva, hogy téged mit nézünk, hát olyan szörnyű vagy. Tehát persze, hát persze, hogy van ilyen. És ezt mondja mosolyogva, de hát gondolom, abszolút, akkor ilyet olvosom. Hát, hát nem gondolom én ezt komolyan, tehát nyilvánvaló egy hülye. De jó, hogy nem mondja ki. Igen. Az jut még erről eszembe, hogy így mesél erről a darabról, hogy ez 30 évvel ezelőtti elképesztő film. Elképesztő munka, különben csodálatos. Hogy volt-e már valaki korábban, aki ezt színpadra próbálta vinni, vagy ez az első alkalom? Nem tudom, ebben nem vagyok annyira otthon. Bergmant, az Ördög Tamás imádja Bergmant, és az Örkényben van még egy Bergman feldolgozása, jelenetek a Bambuk életéből, tehát ő ezt csinálta. Rettentően izgalmas, tehát izgalmas anyag. Az is nagyon, azt is el kell mondjam, ez is például egy jó dolog, hogy a Bergman is olyan rendező volt, aki imádta a nőket, a női lelket, a női életeket, a női sorsokat, és azt hozzáteszem, hogy nem sok rendező van, akit izgatnak ennyire a nők. Tehát akár mondjuk egy Csehov, az is ugye nőkről szól, és például az Asher Tamásról is lehet tudni, hogy imádja ezeket az anyagokat, ezeket a darabokat. Tehát vannak rendezők, akik nagyon szeretnek nőkkel dolgozni. Ez nem egy általános dolog, azért ezt hozzáteszem. Hozzáteszem. De miért nehezebb nőkkel dolgozni, mint hát férfiakkal? Bonyolultabbak szerintem. Én úgy érzem. Ugyanakkor bonyolultabbak. Abszolút nem vagyok színház. De lehet, hogy ott is kijön az előnyként, hogy a nők képesek több dologra figyelni, koncentrálni. Nem tudom. Én sokszor észreveszem, hogy főleg férfiak a főszereplők, meg a férfi történetek, és az izgatja az embereket, és ez rendben is van, hát ne vicceljem, hát persze. Csak a Bergman az nagyon szereti a nőket, és fantasztikus filmeket és alkotásokat csinált velük és róluk. 5-én volt a bemutatója a Suttogások és Sikolyok, amiről most beszélünk. Ezt milyen sűrűn játsszák? Hát akkor most például holnap fogjuk játszani konkrétan. Nem tudom, mikor megy le ez a műsor. Nem tudjuk. Én sem tudom, de... Igen, oké. Egy hónapban háromszor, mert most mutattuk be, háromszor játszunk. Háromszor. De én nagyon ajánlom, mert iszonyú izgalmas létezés és gyönyörű történet. Gyönyörű történet az egész, és érdemes egy kicsit így belemenni nézőnek is egy ilyen érzékeny témába. Csákányi Eszterrel beszélgetünk. Annyiszor mondja el. Hát ahányszor, amíg itt ül addig. Jó. És nagyon sok riportot megnéztem most, aztán készülve erre a beszélgetésre főleg. És mondta, hogy kicsit fájlalja, vagy nehezményezi, hogy bár a színház az kiszolgálta önt, vagy adott elegendő feladatot, de talán filmen, tévében szerepelhetett volna többet. És én például emlékszem a Terápiára, amit én nagyon szerettem. Én is. És
És én maximálisan elhittem, persze tudtam, igen, hogy ön kicsoda, de maximálisan elhittem, hogy ott egy terapeuta ül. És azon gondolkodtam akkor, hogy mennyire nyomja rá egy-egy szerep a bélyegét egy színészre. Tehát, hogy le tudja egyből dobni, hogy amikor aztán leül valakivel beszélgetni, akkor nem úgy kérdez, nem úgy beszélget, nem, mint nem, ahogy jó, egy ilyen szerepben. Mondjuk a mi szakmánk azért az hasonlít a terapeutához, mert ugye szerepeket is elemzünk. Igen. Tehát mi azért rálátva dolgozunk anyagokkal, tehát eleve szerintem van köze egy színésznek ehhez, de hát az egy mámorító munka volt. Tehát, de mi volt benne ennyire? Hát csodálatos anyag volt, nagyon jól csináltuk, nagyszerű volt az Enyedi Ildikó, tehát az minden tiszteletem és imádatom. Ő a rendezője, ugye? Ő volt a rendezője, és fölkészültünk rá, próbáltuk, bekerültünk egy stúdióba, és úgy dolgoztunk, mint ahogy a nagykönyvben le van írva, és nagyszerű volt a Mácsaival találkozni. Tulajdonképpen mi ott ismerkedtünk úgy meg, hogy én mertem venni a bátorságot, hogy megkérdezni, hogy nem mehetnék-e az Örkénybe. Mert tehát, hogy addig nagyon hosszú ideig. Nem, én akkor szabadúszó voltam, igen. És annyira jó volt a munka, hogy valahogy úgy éreztem, hogy én ezt megkérdezem, hogy nincs-e szükség. És egyből igent mondott? Igen. És miért jobb egy színházi társulathoz tartozni, mint szabadúszóként bárhol fellépni? Igen, ez játszani? Is egy jó kérdés. Köszönöm. Tényleg, de hát ez is korfüggő szerintem. Tehát, hogy jó, mondjuk én egész életemben fantasztikus társulatokkal dolgoztam. Tehát nekem volt egy 9 évem, amikor nem, de akkor nagyszerű munkáim voltak az alatt a 9 év alatt, és főleg az Orlaival dolgoztam sokat, nagyon jó darabokat, Tasnádi István rengeteget akkor kezdett rendezni, tehát sok izgalmas munka volt, de mégis valahogy az ember vágyik azért egy műhelyre. Tehát én úgy nevelkedtem, tehát én így kezdtem a pályámat, és én szeretek tartozni csapathoz, úgyhogy nekem fontos az, hogy együtt legyünk, és valahogy lépjünk, csináljuk jól ezt a szakmát, mert tényleg figyelünk egymásra, tanácsokat adunk, tehát itt ez egy nagyon jó műhely ez az Örkény is. És most, hogy társulati tag, az összes többi, ami addig volt az azt megelőző 9 évben, azt le is kellett adnia? Tehát, hogy most már nem mehet szabadon? Nem, dehogy nem, abszolút lehet menni, csak hát ez egyeztetési. Hát a tavalyi nagy munkám, amit nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon szeretném, és azt is nagyon ajánlom a hallgatóknak, a 6 szín teátrumban csinálom, az egy monodráma, a Találkozásom Baris Nyikóval című előadást, ami hát az emberek nem nagyon tudják ki a Baris Nyikóv. Ő egy, a korunk, megmondani igen, szintén. A korunk egyik legizgalmasabb, hát egy 74 éves táncművésze, aki emigrált, tehát orosz volt, de elment Amerikába, és nagyon nagy sztár lett, és nagyon nagy táncos, tehát egy nagyon komoly táncos. És ő nagyon-nagyon nagy művész, tehát a mai napig is csinál előadásokat, most már azért többet beszél, mint táncol, de van egy saját befogadó színháza New Yorkba, tanít Franciaországba, Angliába, csinál ilyen workshopokat, táncokat, vagy táncmester, és ez egy nagyon nagy művész, és valóban találkoztam vele, mert ez is különben gyönyörű történet, hogy volt egy fesztivál Magyarországon, egy ilyen független előadások fesztiválja, amit a Szilágyi Mari csinált, és ahol bemutattuk a titkainkat, ez egy Pintér Béla előadás. És egyik előadás, tehát tudtuk, hogy ez most ennek a keretében van, akkor külföldi emberek jöttek nézni,
és akkor az egyik régi kolléganőm, a Magyar Éva, aki különben Angliában színésznő most, ő különben táncos is volt, és Kaposváron volt színésznő, és azt mondta nekem, hogy előadás után, hogy tudod, ki ült mellettem? Mondom, nem. A Barisnyikov. Na most én tudom ki a Barisnyikov, mondom, ne hülyeskedjél. De Eszter, a Bari, mondom, de hol? Amerik, New York, hogy jön ide a Barisnyikov? És hogy nem tudunk róla? Eszter, mellettem ült a Barisnyikov. Jó, fölhívtam azonnal a Szilágyi Marit, hogy mondom, Marit, ez mi ez? Szóval igen, a Barisnyikov volt, de inkognitóba jött, tehát ezt akarom. Meglátta ezt a hirdetést, tehát ezt nyilvánvalóan elküldték egy csomó erre, és ez az előadás, a Titkaink, ez érdekelte. És ezért eljött egy napra, tehát hogy ki a 16 órát utazik, egy napra eljön Magyarországra, teljesen titokban, mi se tudtuk, tehát a Pintér Béla se tudta, és másnap visszautazott Amerikába, és meghívta az előadást New Yorkba. Hoppá. Az ő színházában, de nem csak New Yorkban voltunk, hanem más egyetemi városokban, ott voltunk majdnem 3 hetet, több mint 3 hetet voltunk New Yorkban. És akkor találkozott vele. Hát nem kicsit, tehát ő vacsorákat adott nekünk, elbúcsúzott tőlünk, akkor még reggel is kijött, reggel is elbúcsúzott tőlünk, tehát elképesztő egy kaliber, egy csodálatos nagy művész, és ez nekem egy nagyon nagy élmény volt, mert ott ő elmondott nekem egy olyan mondatot, amin úgy elgondolkoztam, és ennek az előadásnak ez az egyik fő motorja, hogy ő akkor már 70 éves volt, és akkor mondta, hogy hát most képzelj el, hogy van egy előadásom, hogy 1 óra 40 percet játszom, és 3 órát kell bemelegítsek. És elgondolkozom már azon, hogy ez megéri, hogy 3 órát én most bemelegítsek, már 1 óra. És ez annyira megérintett engem, hogy akkor jött a pandémia, és akkor éreztem, hogy még valamit akarok, már nem akarok énekes, már annyit zenést csináltam, stb. Hát, akkor csinálok egy ilyen táncost, és én azért táncoltam régen, hogy egy ilyen idősödő táncmestert, és akkor beszélek a korról, meg egyáltalán erről, hogy van-e értelme ennek az egésznek. És akkor eszembe jutott a Bodor Johannának a könyve, aki szintén emigrált Magyarország, vagyis a szülei, és a Barisnyikov is, és rengeteg hasonlóság van a két történet között, mind a kettő elképesztő tehetséges, mind a kettő megtalálta magát, és akkor ebből csinálok egy ilyen vallomásos estet, hogy jövök tanítani, és akkor látom az embereket, és akkor mondom, hogy ugye maguk nem a Barisnyikovra jönnek, mert a Barisnyikov nem fog jönni, és a Barisnyikov menjenek haza, menjenek New Yorkba, mert én el fogom mesélni, hogy mi voltam. És akkor ilyenkor imádom. Ezt meg kell írni előre, tehát ő nem, ezt megírta, Nem, akkor megtaláltam azt az embert, a Bíró Bencét, aki egy dramaturg, illetve pontos, igen, és megkérdeztem, hogy érdekli ez, és azt mondta, hogy igen, érdekli, és akkor elképesztő munka indult el, mert azért nagy, tehát legalább 4-szer irattam át, és által sarat elképesztő. Mindig mondta, hogy most azt jelenti, hogy most írjam át, mondom, igen. És szerintem egy nagyon-nagyon szép anyag lett belőle, úgyhogy tényleg ajánlom. És az csodálatos, hogy a 6 színbe játszhatom. 6 szín teátrumba. Csákányi Eszterrel beszélgetek. Most, hogy az Örkényben dolgozik, ez munka? Örkényben vagyok tag. Örkényben tag. Nagyon régen, ezt is mesélte egyszer valahol régen, hogy akkor is ott ült a színházban, amikor éppen nem volt feladata, mert nézte, hogy a többiek hogy próbálnak. Igen, ez már annyira ez nincs. Ez már nem csinálja? Ez már annyira nincs. Ha próbálok, az van. Nyilván. Most mondanék erre egy példát, hogy van egy kollégám, aki képes úgy próbálni, hogy semmi, soha nem nézte a próbát. Van ilyen. De van ilyen. Most így csak azért mondom, hogy amikor dolgozom, akkor ott vagyok. Akkor is, hogyha nem vagyok ott. Már nem vagyok a jelenetben. Értem. Az nem lehet. Anélkül nem lehet, hogy nem tudjam, hogy folyik a munka.
Az már nem nagyon van, hogy, és most már egyre nehezebb, mert megnézni is, mert például most is a Suttogás Sikolyokkal párhuzamosan megy a Bodónak az új bemutatója, az szintén egy Shakespeare átirat, és ezt például nem láttam még. Mert nem tudtam még megnézni, igen, mert állandóan együtt vagyunk, és a főpróba itt is együtt volt, tehát az majd egyszerre lesz egy pillanat, amikor meg fogom tudni nézni, de hát nem kell, persze, nézem a kollégákat, hogy ne. Azt is tudom, hogy rajong a művészetekért, csak hogy mikor van ideje? Tehát mennyit játszik egy hónapban a mennyi ideje marad, igen, arra, hogy mondjuk mert sok helyen játszom, koncertre, sok helyen járok. Igen. Tehát sokat, de egy olyan 18-20-at játszom egy hónap. Hát akkor nem sok idő marad. Meg dolgo, tehát én tényleg egy munkamániás vagyok. És tehát... gondolom, hogy a szabad estéken sem feltétlenül megy máshova, hanem mondjuk akkor ha tudom, ne, tehát most, tehát hogyha bemutató után azért az ember nem rögtön néz mást előadást, mert örül, hogy levegőt kap. Aha. De most például most egy nyugalmibb állapot van, de aztán most rögtön lett megint egy munkám. Tehát most Debrecenben lesz egy nagyszerű felolvasó estem november végén, ami azzal kell foglalkozni, tehát hogy... Az, hogy lett egy munkám, az hogy lesz egy újabb munkám? Ez egy jó dolog. Most én csinálok egy felolvasó estet a Spinozába, egy állati, zseniális történetet, a Vas Albina történetét, aki a Kertész Imrének volt nagyon sokáig a felesége. És nagyon színes életet éltek, és nagyon sok mindenki, nem, tehát a Kertész Imrét, hogy tudják, hogy egy Nobel-díjas író, és a Sorstalanságot ő írta, de úgy róla semmit nem tudunk. Na most ez a nő, maga tudta, hogy egy kabarétréfákat élt 20 évig, és éjszakázott, és a pincérnő tartotta el. Ez a Vas Albina egy pincérnő lett végül. Egy nagyon gazdag zsidó úri lány volt, és aztán vendéglátózott, és úgy ismerkedett meg a Kertész Imrével, és 22 évig éltek együtt. Imádta, szerelmes, 28, bocsánat, tehát egy őrületes, most ez egy felolvasó színház, és akkor én ezt csinálom, és én nagyon szeretem ezt a műfajt, én ebben nagyon hiszek, mert ez nem úgy van, hogy így civilbe beülök egy mikrofon mögé és felolvasom, hanem ki van találva a díszlet, hogy miben van, föl vagyok jelmezbe vagyok, és felolvasom iszonyú lazán. Tehát ez egy nagyon jó műfaj, és akkor Debrecenben van egy csapat, akik ilyen lakásszínházat csinálnak, és ők is csinálnak egy ilyet, és akkor ők találtak egy témát a Sztálin lányáról, az se egy egyszerű történet, és Amerikában élt, ő elment Oroszországból, és hogy van-e kedvem hozzá, és akkor... Hát ilyenkor nem mérleged? Mitől van kedve? Vagy mert nagyon nincs? Jó az anyag. Aha. Tehát a Vas Albina is annyira jó, és hát arról nem beszélve, hogy tudtam, hogy senki nem tud róla semmit. Aha. És a Sztálin lánya is egy nagyon érdekes történet. Tehát egy emberi történet. Ezek szerint nem csak tudásvágya van, hanem az is a vágya, hogy a tudását továbbadja, hát vagy igen. Hogy másoknak is legyen hát tudása. Igen, hát ez a szakma. Tanítás? Igen. Mert hogyha... Nem menne nekem a tanítás, annyit tud, tehát egyszer voltam fölkérve, ilyen workshopot tudnék tartani, tehát egy dolgot csinálni. Én nekem volt egy Kurt Weill estem a katonába, Kurt Weill, egy Brecht estem, és én nagyon szeretem a Kurt Weill, tehát ez a Brecht darabokat írt, de aztán Amerikában ment, és rengeteg nagyon híres darabot csinált, és fiatalon halt meg, mert 50 éves volt, és volt ez az estem, és ez egy nagyon bonyolult szerző. Nagyon bonyolultul lehet előadni a dalait, gyakorlatilag mondjuk egy dal, mondjuk 6 vagy 7 verszak, az 6 és 7 korszak.
és erről én tudnék mesélni. Nem, meg én, tehát amikor fölvette a Gotár Péter, fölvették ezt tévére, akkor én mindig azt mondtam neki, hogy amíg a köztes zene van, akkor csak az arcom mutasd. Mert ott elmegy 10 év. És akkor még elmegy 2 év, és már tehát szerelem, és a vége az, hogy elhagyták. Tehát ezt, na, és ezt nagyon tudta Kurt Weill, és nagyon nehéz Kurt Weill dalt éneken, nagyon nehéz. Tehát operások éneklik, opera énekesek éneklik, zeneileg is nagyon nehéz, és akkor volt egy ilyen őrület, és akkor kérdeztük, hogy mi ez lenne kedvem, és mondtam, hogy mondom, egy Kurt Weill kurzus csinálnék. És akkor még akkor nem voltam Kossuth díjas, mert ugye nincs egyetemem, de a Kossuth díj az kiváltja, tehát nem taníthattam volna, de mégis akkor, hogy mégis azért oda gyere be, és az aki hívott, azt eltanácsolták a főiskoláról, és akkor így ez a kurzus, ez dugába tölt. Mai beszélgető társam Csákányi Eszter, ahogy mesél arról, hogy milyen nehéz ez a darab, az a darab, minden énekelni, hogy mintha vonzaná, mintha erre vágyna, hogy valami hát nehéz feladat jöjjön így szembe. Van, pontosan. Tehát annak van értelme. Volt olyan könnyű feladat volt, és élvezte mégis? Nem volt könnyű. Akkor kerestem a zavart benne. Ha könnyű volt, akkor kerestem a nehézséget benne. Tehát engem az izgat, tehát az, hogy valami túl egyszerű vagy, most ezt olyan hülye szavak, mert nem tudjuk jól, tehát ami olyan evidens, az nem érdekel. Csak az érdekel, amiben van karc, amiben van érzékeny, váratlan dolog, titok. Tehát ezek a dolgokban mind vannak titkok, tehát egy sorozatgyilkos is ember. Tehát megtalálni annak a történetét, hogy ő miért jutott oda, vagy miért csinálta. Tehát... És ez a tudásvágy, ez nem is lanyhul? Nem. Hát egyelőre még nem. Hát lehet, hogy már nagyon fáradt leszek. Most a 80 éves korában hagytam. Most vagyok 70, tehát... Hát kihúzom 80-ig. Most az előbb elmondta, hogy milyen régóta van színpadon, ha valaki egy teljesen másik szakmában, asztalosként, pékként végig dolgozik ennyi időt, akkor már rég nyugdíjasként olvassa. Igen, nyugdíjas vagyok már, de nem bír otthon maradni. Nem bír dolgozni. Nem. És érzi azt, hogy egyszer majd nyugdíjas lesz, élvezni fogja. Na, ez is jó kérdés. Abszolút. Tehát én, de várja, aki, hogy ez jöjjön, nem, ez nem, én, hogy mondjam, tehát van egy vágyam, de most már egyre jobban azt érzem, hogy nem fogom teljesíteni, de mert az is egy olyan szép történet volt. Tehát nekem van egy abszolút vágyam, hogyha már tényleg elegem lesz, mert úgy lesz elegem, hogy már nem akarom. Tehát tehát a Máté Erzsi óriási nagy színésznő volt, együtt öltöztem vele, hál' Isten, a Katonába. Hát ő egyszer csak azt mondta, hogy ennyi volt. Ő neki meg volt az oka, mert ott már nem tudott szöveget tanulni igazából, és ezek drámák, tehát ezek vannak, ezek eljöhetnek egy színész életébe, és sajnos ez eléggé valószínű, hogy ez el is jön, de hogy amikor az ember már azt mondja, hogy most már nem érdemes, tehát nem érdemes, akkor én nekem az álmom, hogy akkor eladok mindent, tehát van egy lakásom, tehát sok mindenem nincs, de van egy nagyon szép lakásom, eladom, és akkor Balatonon veszek egy házat, és nézem a Balatont, és összebarátkozom borászokkal, és csodálatosan fogok, nézem a filmeket projektorról otthon, tehát hogy ezt erre vágyom. Na most, és ezt nehéz elképzelni önben, de azt tudom, de higgy el, hogy van ennek, van, tehát én ennek már realitását látom, eddig nem gondoltam volna. És olyan csodálatos az élet, hogy van egy nagyon jó közért, ahol éjszaka is lehet menni, és egyszer mentem éjszaka abba a közértbe, jöttem haza. És ott volt a Tordi Géza. Na most Tordi Géza, hát azt én tudom, hogy kicsoda, remélem maga is. Hogyne? Óriási nagy nagyság, nemzet színésze, 80 nem tudom hány éves, ketten a boltban, már nem zárták be a boltot miattunk, mert annyira örültünk egymásnak, és beszélgettünk, hogy nem zárták be a boltot. Én erre jegyet vennék. Igen, és igen, mondta is az eladó, hogy
miért nem jöttek többet? Tordi Géza a boltban. És akkor, de és akkor elmondtam, és tudtam, hogy a Tordi Gézának van Tihanyba egy háza. Aha. És mondom neki, mondom, képzeld el, Géza, hogy én erről álmodok, hogy, és akkor én tényleg, tehát hogy ez, hogy nézem a Balatont, és fantasztikusan érzem magam. És akkor mondja Eszter, egyedül élsz, mondom, igen. Akkor én azt ajánlom neked, hogy te ne vegyél az északi parton lakás vagy házat, mert nem fog kijönni a mentő. Tehát, hogyha rossz, és közben tényleg így van. Tehát, hogy ez az első de, hogy te egyedül élsz, 70 éves, 80 éves vagy, hát most mire számítasz? Hát egyszer azt mondja, jaj, és azt mondja, nem fog kijönni. De mi északi parton nem jár a mentő? Hát nem annyira. Akkor mondtam, jó, akkor a déli parton vegyek. A déli parton akkor ott jön a mentő. És akkor ebben maradtunk, hogy ezt át kell gondolni, és tényleg át kell gondolni. A mentő miatt? Hát azért, hogy milyen segítséget fogok kapni. Hogyha beteg. Hát most ne, hát hülyeség nem erre gondolni. Hát most... Teljesen na. Jogos. Hát, na... Most van ez a csodálatos gondos óra, van ez a gondos óra, most ezt majd karácsony. Van. Még nincs, de most akarom, nem hívnak vissza. De azt szeretnék. Mert hát persze. Hát ha ezt a hallgatók nem tudják, a gondos óra az egy olyan óra, amit az ember idősként megnyom, és megkap, jön a segítség. Meg is 60, és igen. Jön a segítség, így igen. Van. Na hát. Úgyhogy de csak ezt akarom mondani, hogy ebbe igaza, és azt mondja, hogy ő nem is megy már le annyit Tihanyba, a Géza. Kicsit, hogy fogalmaznám ezt meg, mert lejárt már az időnk. Egy kicsit tartottam a mai beszélgetéstől, és azt is elmondom, hogy miért. Na. Mert én nagyon sok olyan színésznővel beszélgettem, és főleg színésznőkkel, akik azt mondták, hogy ők nagyon szeretnek színpadon szerepelni, de nem tudnak riport szituációban mit kezdeni magukkal, meg nem szeretnek magukról beszélni. Meg... Valamiért azt gondoltam, hogy egy kicsit ön is ilyen, de kellemesen csalódtam, hogy nem. Örülök, hát szinte felsetettem kérdést, mint egy órás monológot mondtam. Én boldogan beszélgetek, mert a kíváncsiak rám, én boldogan. Örülök, hogy itt volt. Én is. Zsákány Eszter, köszönöm szépen. Örülök, hogy meghívtam. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.